A község polgármestere köszöntötte azokat, akik támogató jelleggel jöttek el a termelői piac alapkőletételére. Szedlák Attila elmondta, összességében 36 millió forintból újulhat meg a település egyik központi része, és az egykori kocsma épületének helyén ismét közösségi tér alakulhat ki. Olyan területen valósul meg a termelői piac, ami régen is közösségi tér volt, csak sajnos az elmúlt 80-90 évben eléggé amortizálódott a terület, és ez egy fő közlekedési útvonalon helyezkedik el, és fontos, tehát nem mindegy, hogy milyen képet mutatunk a legfőképp a turistáknak, de legfőképpen azért fontos, hogy a litérieknek is. Tehát egy szép új épület, aminek olyan funkciója lesz, a második legfontosabb, olyan funkcióval töltjük meg, ahol megint közösségi tér lesz. Elsősorban ugye termelői piac. Azért termelői piacot gondoltuk, mert azt gondolom, hogy ma 21. században a mezőgazdaság, ha figyelmeljük a GDP-nek az arányos növekedését is 2013-ban, nagyon nagy szeretet és segítséget nyújtott a mezőgazdaság 2013-ban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre többen vásárolnak termelői piacokon. Ez pedig a vásárlóknak azért jó, mert az előállítóktól akár olcsóbban szerezhetnek be magyar termékeket, és az eladók is profitálhatnak a közvetlen értékesítésből. Ez bizalomépítő jellegű is, hiszen a termelő hosszú távon szeretné ezt a fajta tevékenységet folytatni, neki szüksége van stabilan a fogyasztóira, szüksége van a törzsvásárlókra, ezért aztán biztos, hogy a termék minőségére kifejezetten nagy hangsúlyt fog fektetni. Ezáltal a termék minősége, a nyomon követhetősége az megteremtődik. Ne felejtsük el, az élelmiszer az alapvetően egy bizalmi termék, hisz mégiscsak azt fogyasztjuk, azt tesszük a saját gyermekeink, saját családtagjaink asztalára. Ilyen értelemben minden olyan kezdeményezés, minden olyan infrastruktúra bővítés, ami ezt a célt szolgálja, ez úgy gondolom, hogy nem csak a termelők, hanem a teljes magyar társadalom érdekeit szolgálja. Beszédet mondott a belügyminisztérium államtitkára is. Kondrát Károly kiemelte, hogy a Darányi Ignác terven keresztül a kormányzat támogatja a litérihez hasonló piacok létrehozását. A politikus gratulálta megvalósításban mutatott együttműködéshez. Nagyon fontos az, hogy egy ilyen településen eredményes összefogás jött létre, hiszen itt az önkormányzat, az itt élők, a termelők és a vidékfejlesztési minisztérium fogott össze a litéri termelőpiac létrehozása érdekében. A tervek szerint június közepére végére elkészül, a szezonra azt lehet mondani kész lesz. Ez jó lesz a gazdáknak és a termelőknek, hiszen gyorsan tudják piacra juttatni, a vevőkhöz eljuttatni az árukat. Az itt élőknek azért lesz jó, mert jó minőségű magyar árut, magyar terméket tudnak vásárolni. Az önkormányzat pedig közreműködött abban, hogy ezt a nagyon fontos feladatot itt meg tudják oldani litéren. A minisztérium pedig ezt jó szívvel támogatta, úgy gondolom, hogy ez egy sikeres eredményes összefogás. Az alapkőbe elhelyezett időkapszulában a szokásos módon többek között a terveket, az aznapi újságot, valamint egy-egy emléklapot helyeztek el. A beruházás részeként az 1600 négyzetméteres területen 16 fedett és 6 szabadtéri elárusító helyet alakítanak ki, kiszolgáló helyiségekkel és parkolóval együtt, teljesen akadálymentesítve.